Combos Gergely László a Katedra Általános Iskola és Középiskola tanulója. Már háromszor végzett dobogós helyen a Művészeti Intézmény régiós képregénykészítési versenyén. Legújabb alkotásával azonban országos első helyezést ért el. A rajz az tulajdonképpen nagyon kiskoromtól kezdve érdekel. Én sose unatkoztam, amikor volt előttem egy ceruza, egy papír, szóval bárhol voltunk, óviskorom óta, én mindig rajzoltam óviba is, tényleg rengeteget, és igazán ott figyeltek fel, úgymond az óvónők. Gergelynek és társainak ugyanis az volt a feladata, hogy egy sast rajzoljanak le. Kivétel nélkül mindenki oldalról jelenítette meg a lapon a madarat, ő viszont szemből rajzolta le. De nem csak a rajz, hanem a képregények és a filmek is végigkísérték a gyerekkorát. Rengeteg ötletem volt, hogy ilyen kisebb sztorik születtek meg a fejemben, és ezeket valahogy meg szerettem volna jeleníteni. Gondolkoztam a filmben, de maradtam a rajznál, még ez is megfordult a fejembe, de maradtam a rajznál, és úgy volt, hogy akkor képregény. És ez rengeteg kis képregényt csináltam. Fia tehetségét látva Gergely édesanyja felhívta a figyelmét az Esztergomi Balassa Bálint Társaság nemzetközi pályázatára, amelyet a költő halálának 425. évfordulója alkalmából hirdettek meg. Utána néztem a Balassa Bálint életének, történetének alaposabban, mint amit ugye iskolában már megtanultam, és kutatómunka után megírtam a forgatókönyvet, ami úgy hát egy fél hetet vett igénybe, utána kezdtem a skicceket. Szóval elkezdtem skiccelni, az volt inkább a hosszabb folyamat. A skiccelés, hogy az egyes panelekbe hogyan ábrázolom a karaktereket, hogyan néznek ki jobban, és ebből nagyon sok skiccet csináltam, és mikor ez megvolt, egy hét alatt 5 A3-as lapra megcsináltam a kész képregényt. Gergely úgy rajzolta meg a képregényt, hogy azon Balassa Bálint saját maga meséli el életútját. Emlékképeken keresztül idézi fel életét és halálának utolsó pillanatát. Az eredményeket szeptemberben hirdették ki Esztergomban. A fiú a családjával a városba utazott, ahol kiderült, hogy a 15-20 éves kategóriában első helyezést ért el. A helyszínen megajándékozták egy tablettel, valamint felkérték, hogy képregénye szerepeljen a következő turisztikai kiadványukban. Ráadásként pedig alkotásának egy-egy részlete a hamarosan megjelenő Balassi Bálint csokoládé csomagolására is rákerül majd. Gergely tehetsége ugyan zsigerből jön, de az iskolában rengeteget tanult tanáraitól. A heti 8 művészeti és számítógépes grafikai órája alatt elsajátítja a pontos és precíz munka rejtelmeit, ami hozzásegíti ahhoz, hogy a jövőben ezen a művészeti ágon tudjon elindulni, mesélte a fiatal tehetség.